Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye vállalkozói és a közigazgatás szereplői találkoztak a Kereskedelmi és Iparkamara épületében Nyíregyházán. A rendezvény célja az volt, hogy a helyi vállalkozók komplex képet alkothassanak a régió megváltozott gazdasági szerkezetéről, valamint a foglalkoztatási lehetőségekről. Román István vármegyei fő István azt mondta, az ipari beruházások révén sikerült új munkahelyeket teremteni, de hosszú távon egyre kiélezettebb versenyre lehet számítani a munkaerőért. Azt gondolom, hogy van még a vármegyében munkaerőtartalék. Nyilvánvalóan ennek a térbeli elosztása a megyében, illetve a szakmai végzettségeknek megfelelő elosztása az egy nagyon színes képet mutat. Azt láthatjuk is egyébként, hogy emiatt az elmúlt időszakban a munkaerőnek a mobilitása vagy mobilizálása az beindult. Például a nagyobb cégek, vállalkozások, de a kisebbek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hozzájuk érkező munkavállalóknak az odajutását segítsék, vagy utaztatással, vagy különféle támogatásokkal, amelyel elérhetik azt, hogy nagyobb távolságról is vállalja a munkavállaló, hogy részt vegyen egy feladatban. De van még munkaerőtartalék a vármegyében, és azt gondolom, hogy még különböző fejlesztésekkel, képzésekkel még további munkaerő mobilizálható a megyében. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az ipari kibocsátás a vármegyében négyszeresére nőtt 2010 óta, ami azt is jelenti, hogy a mezőgazdasági ágazatban dolgozó munkaerő mellett egyre fontosabb, hogy az ipari szereplők is találjanak szakképzett vagy képezhető munkásokat. Ez az egyik legfontosabb probléma, amire megoldást kell találni. A képzett, szakképzett, motivált munkaerő hiányzik leginkább a vármegyei munkaerőpiacról, hiszen az a tömeges munkanélküliség, amivel ezelőtt 10 évvel találkoztunk, amikor több mint 14%-os volt a vármegyében a munkanélküliség, most 6% körülre csökken, és leginkább a képzett munkaerő az, ami hiányzik. Pekó László, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke egyetértett a főispánnal abban, hogy van munkaerőtartalék a megyében. A kérdés csak az, hogy ezek az emberek bevonhatóak-e az ipari termelésbe. Lehet a munkaerőtartalék, csak nem biztos abban be kellene. Ez a munkaerőtartalék egyrészt sajnos olyan, aki nem nagyon akart eddig se, nem akar most sem dolgozni, nem ezt kell bevonni. Egyet tudunk és látunk, hogy a debreceni nagy beruházások, illetve a beruházások, ez egy nagy kihívást fog jelenteni. Ezt már jelzik a vállalkozók, hogy nem kevés szakembert megkerestek, és lényegesen magasabb fizetéssel, mint most el tudunk élni. Egy döntő kérdés lesz, hogyan tudunk ebbe helyt állni. Hozzátette, a vármegyei vállalkozói adatok szerint a kis- és középvállalkozások nem tudnak nagyobb létszámban munkaerőt foglalkoztatni. Készüljünk fel arra, itt lesz egy kihívás. Ami gond és probléma, ez a KKV szektor. Ezt azért is mondom, mert most a megyében a nyilvántartások szerint körülbelül 38 ezer vállalkozás. Ebből 14 ezer társas vállalkozás, 24 ezer egyéni vállalkozás. És ez a társas vállalkozásokban, akik dolgoznak, a 98%-a nem haladja meg a 9 főt. Nekik is egy nagy kihívás, és tudjuk azt, hogy a COVID, az energiárobbanás, villamos energia, gáz nagyon egy kihívást jelentett. És az a gond, hogy ezenáltal, tehát a vállalkozásoknak a stabilitása, a helyzete nem könnyű. Ami lényeges lenne, a pénzügyi segítségtámogatás, egyrészt 0 forintos hitelek, jó a Széchenyi kártya, Széchenyi hitel, nagyon jó, csak ott azért van egy viszonylag magasabb kamat, és mindenképp jó lenne visszatérítő támogatás. A kis- és középvállalkozások vissza nem térítendő támogatásokra a közeljövőben biztosan nem számíthatnak, mondta el Gedei Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Központ vezető kormányfőtanácsosa. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a vállalkozás fejlesztésre lehívható egyéb kamat támogatott hitelekre. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye és annak székhelye a 24. órában van a szakképzett munkaerő megtartásában, mivel a környező vármegyék eredményesebben pályáznak lehívható forrásokra, magasabb munkabéreket is kínálnak, és a vállalkozóik nyitottabbak a fejlesztésre. A polgármester szerint mindez együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a szakképzett fiatalok elvándorolnak a vármegyéből.